Nagyszokoly szépkorú lakóit invitálta a település önkormányzata egy délutára, ami nekik és róluk szólt. Ezzel szerettek volna számukra kedveskedni idősek napja alkalmából. A műsort adó hölgyek nem voltak ismeretlenek a meghívottak számára. A szociális hölgyek, akik az öregeket gondozzák, napi szinten ellátják, bevásárolnak nekik, ebédet visznek nekik, ha kell, segítenek a ház körül, és az ő segítségükkel tudtuk ezt a napot összehozni, megszervezni. Ők nagyon sok részt vállaltak akár a főzésben, meg az embereknek az összeírásában, hogy ki szeretne eljönni, ki szeretne buszt, meghívó kihordását ők intézték, úgyhogy nagyon nagy segítséget kaptam tőlük, hogy ez a nap így létrejöjjön. Mi 60 évtől hívtuk meg az embereket. Több az elmúlt 10-15 évben több, hogy 60, 62, 64, hogy mindig változtatták, és akkor én úgy döntöttem, hogy a 60 éves kortól felfelé. 73-an iratkoztak fel, hogy jönnek, de szerintem olyan is eljött, aki csak úgy meghívót kapott, és látta, hogy van meghívó. Velük is számoltunk, mert több terítéket is hoztunk, több ételt is készítettünk, hogy nehogy abba a hibába essünk, hogy nem lesz elég, de nagyon örülök, és nagy örömmel tölt el, hogy ennyien megjelentek. Az előző idősek napjain hát még nem volt ennyi ember. Azt mondták nekem. A település önkormányzata nem csak ezen az egy napon figyel a falu idős lakóira. Hetente több alkalommal keresik meg őket különféle kérésekkel, amiknek próbálnak mindig eleget tenni. A falu gondozói szolgálat az majdnem 100%-ban erre teszi ki a szolgálatát. Nagy részben az időseket tudjuk elvinni akár Tamásiba, vagy egészségügyi intézményekbe, ország bármely pontjára, mert Budapesttől Pécsen át mindenhova szállítjuk vizsgálatokra az időseket, és ezzel tudjuk meg, hogyha a közfoglalkoztatottak tudnak segíteni az időseknek, akár favágással ilyenkor téli időszakban, nyáron fűvágással, hogy mindenképpen segítjük és támogatjuk őket. A település legidősebb lakója Margit néni, aki augusztus végén töltötte be a 96. életévét. Mai napig aktívan él, nem szereti a tétlenkedést. A rendezvény alkalmával meghatódva fogadta a köszöntő oklevelet a település polgármesterétől. Örömmel tett eleget az önkormányzat invitálásának, hisz tudta, rég nem látott ismerősökkel találkozhat majd. Most is már találkoztam, meg arra is vannak. Hát már régen jártam, mióta a Galambos bácsi meghalt 4 éve már. Most nem nagyon megyek sehova. Magdék elhoztak a Rákóczi utcába, el is adtuk a házat. Akárba kimegyek a Magdéknál, raktam a tennap előtt a pokhagymát. Aztán Magdi meg mindig nézi, hogy mára vagyok. Már nem azért hozott el, hogy dolgozzak, de nem szeretek, mert megszoktam azt, hogy csinálom a dolgomat. Szeretek mozogni. A falu idősebb korosztályát képviselte Sanyi bácsi is, aki egyáltalán nem érzi magát annyi idősnek, mint amiről a születési éve árulkodik. Ebben a középkorú vagyok. Ja, egy nap kapta az Orbán Viktortól a megemlékezést, mert 90 éve. 90 évesnek tetszik lenni ezt? Most egy jövő szombaton leszek 90. Az ebédet megelőzően ünnepi műsorral készültek a 65 év felettieknek a szervezők. Az óvodások jól begyakorolt versekkel érkeztek. Nagymama reszketek, de fogja a kezetet. Elvezet a gondon át minden félős unokát. A nagymama elringat, simogat és puszilgat. Hallgass meg, hogy mit mesél, és az ő álma te legyél. A délelőtt műsorából a zenés elem sem hiányozhatott. Együtt dobban a szív, benne dobban a szív, magának lenni, igenis jó. Az egeti kémel, a nyíló virág, karába zárja a magyar hazát. A mindennapok folyamán őket segítők sem érkeztek szép szavak nélkül, több verset hallhattak tőlük. A soraikból is volt olyan, aki meglepetéssel készült társainak. Az ember már elvár, hogy mit ad körül. Én vagyok akárban, de eljön majd, ha régen várt az kérdés magunk.
hogy nyugdíja van. Addig is vigyázok, ne érjen már, hogy véletlen kiült az ágy. A meghívottakat egy finom ebéddel vendégelte meg az önkormányzat, majd a desszert után a táncra is lehetősége adódott a nagyszokói szépkorúaknak.